akkor nézzük egy picit a szakmai tartalmát ezeknek a képzéseknek. Innentől rátérünk az egyezőségekre, hiszen itt nagymértékű különbség nincsen, mondhatni, hogy semmi. Úgyhogy akkor menjünk végig gyakorlatilag azon a három tananyag egységen, amiből felépül ez a képzés. Önmagában ezek a modulok egymásra épülnek, ahogy Ia is mondta. Mert igen, ezeket külön-külön is lehet ezekkel foglalkozni, de annyira azt mondanám, hogy olyan szépen fel van építve ez a folyamat, hogy egymásra épülnek. Hát először még, hogy létrejön a foglalkoztatási jog, viszont először még tisztában kell lennünk, hogy kire is van nekünk szükségünk. Milyen foglalkoztatási jogviszont kell létesítenünk, annak milyen előnyei vannak, vagy milyen hátrányai vannak. Először még azzal kell tisztában lennünk, és létre kell, hogy jöjjön az a jogviszony, az a foglalkoztatás ahhoz, hogy eljussunk ott, hogy mégis bérszámfejtés történik. A második modul az a bérügyi ismeretek, illetve a bérszámfejtés. És hát itt az előzetesen az a fejeztem, hogy személyadatokat kezelünk, és hát nagyon fontos, amikor ténylegesen a bérszámfejtésről beszélünk, akkor fontos, hogy tisztában legyünk, milyen adatokra, személyadatokra van szükségünk, ahhoz, hogy a foglalkoztatási jogviszony az maradéktalanul létrejöjjön. Ugye, és nekünk a foglalkoztatottakról nyilvántartást kell vezetnünk. Első körben nyilvántartásba vétel történik. És ezekkel kapcsolatban begyűjtjük a személyadatokat, és a foglalkoztatáshoz szükséges információkat fel kell ismernünk, milyen jogviszonyban dolgunk, tisztában kell lennünk, hogy a jogviszonyoknak, foglalkoztatásoknak milyen dokumentumokra van nekünk szükségünk, de ezt majd végigvesszük majd a modul során. Megint más, amikor a munkaviszony jön létre, akkor munkaszerződés szükséges, tehát ezekkel végig fogunk menni. Aztán, amikor az adott megfelelő jogviszony történik, akkor szükséges nyilatkozatok begyűjtése történik. Ezeket a nyilatkozatokat meg fogjuk nézni. Nagyon fontos, amikor a bérszámfejtés történik, előzetesen adóalapkedvezményekről szükséges nyilatkozatokat be kell gyűjtenünk. Aztán meg kell vizsgálnunk, hogy valami kapcsolódik-e hozzá szociális hozzájárulási adó kedvezni, esetleg a foglalkoztatói oldalról. Itt tudunk igazán kedvezni a foglalkoztatónak. Megjegyzem visszatérve, hogy a foglalkoztatás sajnos költséggel jár, de úgy tudunk kedvezni, hogyha felismerjük, hogy milyen foglalkoztatói oldalra milyen adókedvezményeket lehet érvényesíteni. És nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a biztosítottak körével. Tehát itt aztán különösen rá fogunk térni, hogy fel kell ismernünk, hogy ki az, aki biztosítottnak minősül, mert hogy velük kapcsolatban bejelentési kötelezettségünk van, és akkor megnézzük, hogy az egyes jogviszonyok esetén ki az, aki biztosítottnak minősül, és milyen bejelentési kötelezettségünk van ezzel kapcsolatban, megnézzük ezeket a nyomtatványokat, fogunk készíteni ilyen bejelentő nyomtatványokat, meg fogjuk nézni, hogyha esetlegesen abban javítani szükséges, tehát módosítanunk, akkor azt hogyan tehetjük meg. Megvizsgáljuk, hogy a bélszámfejtéshez milyen adatokra van nekünk, információkra szükségünk. Bélszámfejteni fogunk. Előzetesen még manuális kézi számfejtés fog történni, és utána megnézzük, hogy mindezt átvisszük a bélprogramba, és akkor az hogyan valósul meg, mert a bélprogram az nagyon segíti a mi területünket, de hát ahogy szoktam mondani, hogy nem engedhetjük a B-program kezét, és nem bízhatjuk rá, hogy na, ő tudja, hogy hogyan kell számfejteni, mert nincsen rossz B-program, rossz kezelés viszont van, tehát rosszul rögzítjük fel az adatokat, vagy hiányosan rögzítjük fel az adatokat, akkor sajnos a számfejtésük, a program által történő számfejtésünk is rossz lesz. Ezért előzetesen meg fogunk ismerkedni a számfejtési szabályokkal, hogy utána tudjuk ellenőrizni, hogy akkor valóban, amit a B-programon keresztül számfejtünk, az megfelelő-e. Fizetési jegyzékeket fogunk készíteni, aztán a bélszámfejtés eredményéről adaszolgáltatási kötelezettségeket fogjuk megismerni közelebbről, adó- és járékbevallási kötelezettségünk kapcsolódik ezzel kapcsolatban, adaszolgáltatási kötelezettségünk van az adóhatóság felé, havi rendszerességgel, és ezeket a nyomtatványokat, illetve bevallásokkal is meg fogunk ismerkedni, meg fogjuk nézni, hogy mire ügyünk, amikor azt készítjük. Az nem egy egyszerű nyomtatványról van szó, több oldalas nyomtatványról. Nagyon fontos, hogy megfelelő adatszolgáltatás történjen. Nem csak azért nem mulasztási bírság róható ki azért, hogyha nem szabályos és megfelelően készítjük el, hanem pontosan azért, mert ez alapján történt például az ellátásoknak a megállapítása. És ha rosszul vagy hiányosan szolgáltatunk valakiről adatot, akkor sajnos az ellátásában fogja azt
érezni. Megnézzük abban az esetben, hogyha az adóhatóság hívja fel a figyelmünket, hogy javítani kell a bevallásokat, hogy akkor mire ügyeljünk, hogyan tudjuk azokat saját magunk módosítani, amennyiben módosítani szükséges. És aztán végeredményképpen akkor bérfeladást is meg fogjuk vizsgálni, ugyanis amikor megtörténik a bérszámfejtés, azon kívül, hogy az adóhatóság felé van egy adatszolgáltatási kötelezettség, de ne felejtsük el, a munkáltató felé is van, hogy tudja, hogy mennyi is a fizetési kötelezettség az adóhatóság felé, mennyi jövedelmet kell kifizetni a foglalkoztatott felé, és hát még egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek is vannak, statisztika hivatal is még sorhatnánk is ezzel kapcsolatban, és akkor még a gazdasági osztály felé is, mert a könyvelés felé tájékoztatást kell adnunk, hogy milyen költségek merültek fel ezzel kapcsolatban. Itt is belelendültem elnézésre, remélem, hogy nem érzettem el senkit, nagyon széles körű anyag, de arra ügyeljünk mindenféleképpen, hogy maradéktalanul mindenre rálátást nyerjenek a hallgatók. Az jutott eszembe, hogy egyszer fizetünk annak a biztosítottnak, aki dolgozom. Igen, mert hogy alapvetően bért azt mindig fizetni fog a munkáltató, hiszen volt munkavégzés, annak az ellentételezése tulajdonképpen a bér. És akkor a harmadik modulban, szóval se engedtem szegény bért jutni, a harmadik modulban jön a társadalombiztosítás. Lehet egyébként, hogy valaki egy rövid ideig dolgozik valahol, de nem is lesz köze így a társadalombiztosításhoz közvetlen. Mert a társadalombiztosítás tulajdonképpen akkor jön be a képbe, amikor valami történik magával a biztosítottal. Vagy ezért fog valami jövedelem kiesni, és azt pótolni kell, mert a társadalombiztosítás egészségbiztosítási ellátásai, azok tulajdonképpen jövedelempótló ellátások. Az, hogy mikor, milyen mértékben pótolják a jövedelmet, bizonyos esetben túl pótolják, vagy inkább túltolják, mondjuk egy baleseti táppénznél, vagy egy csednél bizonyos esetben meg szerintem nem pótolják, tehát mindegy, ez egy táppénz, de majd ezeket szépen megtanuljuk, és alapvetően lehet, hogy nem is találkozik magával a társadalombiztosítással, hogyha nem lesz mondjuk beteg, nem vállal gyereket, nem szenved balesetet, stb. Stb. Viszont, hogyha ez bekövetkezik, akkor nem kétféle foglalkoztatót különböztetünk meg. Az egyik foglalkoztató, aki tulajdonképpen csak postás szerepet tölt be, és 100 fő alatti alkalmazotti létszáma van, ők azok, akiknél tulajdonképpen, hogyha a biztosított beteg lesz, mindig a foglalkoztatóhoz adom le a keresőképtelenségre szóló igazolást, hétköznapi nyelven táppénzes papírt, tehát a táppénzes papírt, aztán a foglalkoztatótól kérek fizetés nélküli szabadságot, hogyha egyedre szeretnék menni, szülési szabadságot is a foglalkoztatótól kérek. Tehát minden a munka világához kapcsolódik, ezért minden foglalkoztató központú. És a foglalkoztató ilyenkor egy postás szerepet tölt be, mert ezeket a kérelmeket egy foglalkoztató igazolással továbbítja a kormányhivatalokba. Mert a kormányhivatalokba történik meg alapvetően maga az ellátásoknak a számfejtése. A foglalkoztatók másik része az, akik 100 fő fölött foglalkoztatnak, vagy megállapodás alapján, de TB kifizető helyet működtetnek. És a TB kifizető helyen, akik dolgoznak, tulajdonképpen ugyanazt a feladatot látják el, mint amit a kormányhivatalba dolgozó kollégák csinálnak. Ezért szoktuk mi azt mondani, hogy a TB kifizető helyek azok a mi meghosszabbított karjaink, hiszen ugyanazt a feladatot látják el. És akkor ugye mik ezek a feladatok, amiket ott el kell látni? Hát, hogyha keresőképtelen valaki, akkor táppénzt kell számfejteni neki. Mi is nézünk majd, reménykedem benne valamilyen programot, ami meg tudjuk mutatni, hogy hogyan számfejt a program, de alapvetően nem az a lényeg, hogy az hogy számfejt. Tehát, ha azt rosszul programozták, az rosszul fog számfejteni. Ha rosszul bírtuk fel az adatokat, akkor rosszul fog számfejteni. Tehát megtanuljuk azt, hogy hogyan kell a táppénz alapját kiszámolni, milyen a mértékű táppénzről beszélünk, milyen összegűről. Aztán a családtámogatási ellátásokhoz kapcsolódóan, pontosabban úgy a helyes, hogy gyermekvállaláshoz kapcsolódó ellátások, mert ezeket csak a biztosítottak kaphatják, csecsemőgondozási díj, ki lesz jogosult, mikor jogosult, mennyi időre jogosult, alapvetően hogyan számoljuk ki az ő ellátásának az összegét, ugyanez a gyermekgondozási díjnál, és nem a gyermekgondozás segítő ellátás, nem, mert ha ma Magyarországon megkérdeznénk az utcán babakocsit toló kismamák nagy részét, mindenki gyesen van. Majd megtudná, hogyha 28.500 forintot kapna, mondjuk a 160.000 forint helyett, akkor biztos tudná, hogy nem gyesen van. Aztán meg fogjuk tanulni az örökbefogadói díjra vonatkozó szabályokat, a nevelőszülők is kapnak ellátást egyébként. Aztán ami egy nagyon nagy kérdéskör, az a baleset. Ha balesetet szenved a munkahelyen vagy munkában mellett,
akkor hogyan bíráljuk-e, hogyan vizsgáljuk ki magát a balesetet, baleseti jegyzőkönyvet tanulunk meg felvenni. Aztán alapvetően hozunk határozatot, hogy ez a baleset üzemi vagy nem üzemi, baleseti táppénzt fogunk megállapítani. Aztán amiket még mindenhez tudni kell, hogy eljárásjogi szabályokat is, hiszen hatósági eljárást fog csinálni a társadalombiztosítási kifizetője. A foglalkoztató, amikor bérszám fel, soha nem kapunk határozatot arról, hogy mennyi a fizetésünk. Egy fizetési jegyzéket fogunk kapni, de itt határozatokat kapunk arról, hogy mennyi lesz az ellátás összege, hogy jogosult, nem jogosult, tehát hatósági feladatellátásról beszélünk. Így az eljárásjogi szabályok is borzasztó fontosak az AKR tekintetében, hiszen tényleg meg fogunk tanulni határozatot hozni, határidők vannak, amiket be kell konkrétan tartani, aztán TB-kifizetőhelyi elszámolást kell megcsinálni, benyújtani, tudni kell táppénz egyharmadot számolni, aztán statisztikai adatszolgáltatást kell csinálni a kormányhivatalok felé, és akkor ez csak a mindennapos tevékenység, de az ismereteket azért ennél szélesebb körbe kell tudni a családtámogatást, vagy ki, hogyan, mikor kap a családi pótlékot, anyasági támogatást, gyest, gyetet, mert cset, gyet, gyest, gyet, van itt egy csomó mozaik szó egyébként. Aztán tudni kell, hogy ha oda megy a kollega, hogy hát én már közel 40 éve dolgozom, és nő is vagyok, akkor nők 40-be elmehetek? Mármint nyugdíjba. Tehát tudni kellene a nyugdíj szabályokat is, legalábbis olyan szinten, hogy tájékoztatást tudjunk adni, aztán szociális ellátás tekintetében is. Mindent azt kell tudni, hogy a bérügyintéző, TB-ügyintéző egy kicsikét olyan mindentudó lesz egy munkahelyen, mert minden kérdéssel hozzá fognak menni, hogy elpanaszolja azt, hogy hú, a gyereket olyan sokat kell most vinni orvoshoz. Ja, hát van utazási költségtérítés, miért nem használjátok ki? Tehát, hogy alapvetően egy csomó mindent igazából, ha te széles ismeretanyaggal rendelkezel, akkor nagyon sok mindenre tudsz választ adni, és segíteni a munkavállalókat, hiszen ott leszel velük, ott fogsz dolgozni velük TB-ügyintézőként és bérügyintézőként. Úgyhogy igazából ez az, amit mi itt meg fogunk tanítani.